A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Múlt idézésbe kezdünk a mai műsorra, mégpedig azért, mert nagyon-nagyon fontos, hogy azok, akik már nem lehetnek velünk, akik nagyon sokat tettek Székesfehérvárért választott hivatásukban, egy kicsit jobban megismertessük őket, és ezért aztán ma Mikó Péterről esik szó, és a következő adásokban pedig azt a nagyívű életpályát fogjuk bemutatni, amely az övé volt. Előzetesen annyit, hogy 2024. szeptember 18-án találkoztak a Székesfehérvári Ügyvédi Kamara és a Mikó Péter Alapítvány közös rendezésében a Vármegyében élő ügyvédek, és hát egy Csákberényben egy találkozón idézték meg az ő emlékét, és hát hozzáteszem, hogy ez nagyon-nagyon fontos pillanat, mégpedig azért, mert ugye az alapítvány létezik, erről is szó esik majd a későbbi adásokban, de tudnunk kell ehhez, hogy Mikó Péter 2020. március 11-e óta nincs velünk, illetve hát itt van velünk, hiszen az ő életpályája olyan, hogy erre azt hiszem nagyon sokan emlékeznek méltó módon. Vendégeim pedig Mikóné Verger Mária, csókolom a kezét. Napot kíván. Mikó Péter lelke jobbik fele, örök társa, és Mikó Péter Ádám, Mikó Ádám Péter, tisztelettel köszöntöm, örülök, hogy itt vannak velünk. Megkaptam önöktől egy nagy borítékot. A borítékban olyan fantasztikus képekkel találkozhattunk, ami azt hiszem, hogy a múltidézéshez is nagyon-nagyon fontos. Ezeket természetesen fogjuk látni. Én azt hiszem, hogy a családról kell először beszéljünk, mert hogy nem lehet kétséges, eleve elrendelés volt Mikó Péter hivatás választása. És azt azért láthatjuk majd a képeken is, rögvest, hogy miért is mondom ezt, hiszen akár az első kép, amelyet én is ámulva, bámulva tekintettem meg, már akkor egy olyan képet láthattunk, amelyeken például ott van Klebesber Kuno a nagypapával, ott van lelke jobbik fele, az övé, és ott van az édesapa és a két lánytestvér azon a képen, akik a csoportosulás előtt voltak. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos esség, szó erről is, hiszen ez az indítatás azt hiszem, hogy meghatározó, és a máig tart. Igen, hát Péter Székesfehérváron 1946. augusztus 11-én született. Édesapja dr. Mikó Béla ügyvéd volt, de először soproni származású és Sopronból jött Székesfehérvára. Először a közigazgatásban dolgozott, árvaszéki ülnök volt, majd később kiállt inotára dolgozni, és az 50-es, 60-as évek elején én tudott bekerülni ügyvédnek. Édesanyja tőzsgyökeres fehérvári volt, Kaltenekker Kisteleki Ilona volt a neve, a Kaltenekker Viktor Kaltenekker Ilona. Ja. Kaltenekker Viktor, igen. Kaltenekker Ilona volt az édesanyja Kisteleki Ilona volt, az ő édesapja dr. Kisteleki Károly, ő volt az első ügyvéd a családjába, vagy jogász a családjába, fehérvári felsővárosi családból származott a Péternek a nagypapája, az édesanyja, a nagymamája pedig Kaltenekker Ilona, a Kaltenekker Viktornak a testvére, aki szintén székesfehérvári ügyvéd volt. Ő volt 1939-től 1944-ig az akkori Székesfehérvári Ügyvédi Kamarának az elnöke. A Péternek, a édesanyjának a testvére, a Kisteleki Géza bácsi, az is Fehérváron ügyvédkedett. Az apai, illetőleg az anyának az apai
európai férfi tagjai szinte kivétel nélkül jogászok voltak. Ez indította Pétert a jogászi pályán el. Az édesanyja, sőt, még az édesanyjának az édesanyja is jól zongoráztak, és az édesanyja az zeneakadémiát végzett, doktori tanítvány volt, szinte kitűnő bizonyítványa rendelkezett, és később először a Tüzében volt adminisztrátor a zenetanári képzettségével, és utána elhelyezkedett a zeneiskolába, mint zongoratanár. Érdekes ez az életút, illetve az indítatás, hiszen azért nagyon is tudjuk, hogy abban az időszakban, amikor ő volt középiskolás, inkább hátrányt jelentett ez a felsoroltak, hiszen a jogi egyetemi felvételi, meg az összes többi, ami ezzel összefügg, az azért alapvetően meghatározza mindenképpen. Ugyanakkor nem lehetett kérdéses a pályaválasztás. Erről miként mesélt az édesapja? Édesapám mindig nagy szeretettel beszélt a családjáról, és valóban, ahogy édesanyám is említette, a felmenők predesztinálták őt erre a pályára, és szerkesztő úr is nagyon helyesen említette ezt meg, hogy annak idején az, hogy több generációs jogász család sarja volt az édesapám, az nem mindig jelentett előnyt. Ugye a nagypapám, a Mikó nagypapa pontosan ezért tudott jogtanácsosként elhelyezkedni, és a nagymamám, aki ugye zeneakadémiát végzett Szingyelessel, ő is adminisztrátorként tudott elhelyezkedni, mert osztályidegenek voltak annak idején ebben a korban, de aztán ettől függetlenül nem volt akadály édesapám előtt sem, amikor a jogi egyetemre adta be a jelentkezését, és nagyon érdekes ez az életút, fogunk talán később beszélni erről, de már ez az édesanyától örökölt zenei abszolút hallás és zenei háttér, illetve az édesapa, illetve anyai vonalon a felmenőktől örökölt jogi háttér, jogi indítatás, ez a kettőség végig jellemezte édesapám. Igen, hát az egyetem az, ha úgy tetszik, ez rossz jelző szerkezet, de simán ment természetesen. Tehát egyrészt az IQ függő bizonyos értelemben elkötelezettséget jelent, ha valaki hivatást választ és nem szakmát magának, akkor azért az bizony így van. Viszont az enne az kicsit más valóban, hiszen amikor a visszaemlékezéseit olvastam az előző beszélgetésünkről még Péterrel, akkor kiderült, hogy ugye abszolút hallása volt. Az abszolút hallás az pedig elkötelezettséget is jelent, és ha ezt a kettőt párhuzamosan teszi valaki, akkor lehet egy ilyen egy életpálya. De egy kicsit még beszéljünk arról, hogy ugye Pécsett volt egyetemista, aztán Budapestre került. Erről mit mesélt, hiszen ez ebben az értelemben egy különleges váltás? Igen, hát gyakorlatilag az volt az oka, hogy Pécsről átjelentkezett Budapestre, hogy minél közelebb legyen a fehérvári zenei élethez. Akkor már lejárt Budapestről, könnyebb volt, mint Pécsről fehérvári zenei életbe bekapcsolódni. Budapestről lejárt Fehérvárra szinte hetente, és akkor a különböző zenekarokba alkalmilag zenélt, a Zenész Cukrászdába, például a Főutcán, akkor a Maszek József, Majoros József Maszek nevezetű zenekarába. Fanta, Zsup Tipro. Igen, hát ez csodacsapat. Emblematikus hely. És ha már itt vagyunk, akkor erről majd hosszasan is beszélünk, hiszen esztendőről esztendőre Székesfehérvár vendége Dénagy Lajos, Dénagy Lali és Horváth Csárli is, akik mindig meghatottan beszélnek, hiszen ő volt az egyik mesterük. Mármint, és olyan értelemben példaképük volt, hogy Horváth Csárli soha nem feledi egyik oldalról, és mindig megemlékezik arról az időszakról, amit a József Attila gimnáziumban együtt töltöttek, és a későbbiekben nem különben. Igen, érdekes, mert két évig járt ide a Csárli Budapestről, eltanácsolták az elmondása szerint, és akkor a József Attila gimnáziumba került, a Péter alatti évfolyamon járt, és bekapcsolódott itt a zenei életbe, jól trombitázott, és kiderült, hogy jól tudott énekelni, jól tudott
tud énekelni, és akárhány koncerten részt vesz, esetleg a Zicsi-ligeti megtartott koncerteken, akkor az a szokása, hogy balra néz, és akkor megemlíti, hogy a Hegyi Paliékkal, a Fantába, a Fantom zenekarral zenélt, és akkor előre néz, oda bólint, hogy a József Attila gimnáziumnak a kollégiumába lakott, a Mikó Péter zenekarába kezdte a zenélést, és hát nagyon sokat jelentett neki, hiszen Péter tökéletes zenei alapokkal rendelkezett, hát, sok hangszeren játszott. Ez a Fantavilla titka, illetve most már egyáltalán nem titka. 1969-ben végzett jogászként. Én azt hiszem, hogy a jogászoknál, hát ezt önöknél jobban senki nem tudja, nagyon fontos az első, tehát az indítatás megvan, az első benyomások valahol. Ugye a Fejér megyei ügyvédi kamara tagja lett, és Dunaújvárosba került. Nagyon fontos az első mester. Az első mestere a dr. Zilinszky János volt, aki később az Alkotmánybíróság elnöke lett, illetve a Pázmány Péter Katolikus Egyetemnek a dékánya volt, a római tanszék rettegett professzora. Nagyon precíz és lényeglátó ügyvéd volt, hozzákerült a Péter Dunaújvárosba ügyvédjelöltként, ott volt 2 évig, és ez a Zilinszky Jánosnak az a szakmai és egyéb téren is tökéletességet igénylő munkája rányomta a bélyegét a Péter jogászkodására is, hogy precíz legyen, lényegbelátó legyen, és hát ez nagyon sokat jelentett. Igen, nagyon jó, hogy ezt mondta, hiszen azért, aki egy kicsit figyel, az tudja, hogy az ügyvédjelöltek számára alapvetés, hogy olyan mestereik legyenek, akik aztán szinte egész végig meghatározzák a pályafutásukat, az ügyvédi pályájukat, mert hogy hát akár a szakirányválasztásban is ez jelentős szerepet játszik, és hát tulajdonképpen ennek köszönhette azt is, hogy 1970-ben már itt volt velünk, ha úgy tetszik, az ügyvédi kamarában. Erről szokott mesélni, hiszen ez egy meghatározó pillanat a pályafutásában. Igen, ahogy édesanyám említette, a Dunaújvárosi emlékeit is mindig felidézi, majd utána rövid ideig Sárbogárdra került, és utána tudott Székesfehérváron elhelyezkedni az ügyvédi munkaközösségben, és az egész fiatalkori emlékeinek mindig nagyon fontos része volt ez a fiatal ügyvédként eltöltött, ügyvédjelöltként és ügyvédként eltöltött idő, és akkor egy nagyon érdekes rendszer volt, akkor kötelezően munkaközösségbe szerveződtek a korabeli ügyvédek, ami egyfajta önigazgatási, vagy mai szóval önkormányzati szerv is volt, de nagy-nagy segítséget nyújtott, mert azt mindig el kell mondjuk, hogy a jogászoknak a legnagyobb ellensége a magány. Ha egyedül vannak, hogyha egy-egy problémával nem jutnak dűlőre, nincs akivel megbeszéljék, és számtalan történetet hallottam gyerekkoromból, és én ebbe is nőttem bele az ügyvédi munkaközösségek világába, a közös ügyvédi munkaközösségi Mikulás, akkori nevén Télapó, ugye ma már természetesen Mikulásnak hívjuk, az ünnepségektől kezdve a karácsonyi ünnepségeken át, ott a gyerekek összeverődtek, baráti közösségeket alakítottak. Ez egy nagyon szép időszak volt, és közösen tudtak önálló irodákat víve, de a rezsiközösséget megosztva és a problémákat megosztva közösen tudtak. Abban egyetérthetünk, hogy fantasztikus íve volt a pályájának. Ugye ez meghatározó pillanat, ez a kettő, amit mondtunk, de folyamatosan vette azokat a lépcsőket, azokat a grádicsokat, amelyek ahhoz kellenek, hogy aztán a későbbiekben, ha úgy tetszik, csúcsra kerüljön. És akkor most egy kicsit a magánéletről kell, hogy szó essék, hiszen itt van a fiú. A házasságukról kérdezem. Mennyire volt az meghatározó, hogy mindketten ugyanazt a hivatást tűzik egyik oldalról, a másik oldalról pedig, hogy ez nyilvánvaló, hogy mindenféle bulvár nélkül természetesen. Azért ez egy különleges pillanat, így visszatekintve.
Hát igen, egy kicsit úgy mulatságos is visszatekintve. Mi nem ismertük a Pétert fiatalkorunkból, nem ismertük egymást, bár lehet, hogy a én közgazdasági szakközépiskolába jártam, és ott is zenélt a gimnázium zenekara, lehet, hogy ott találkoztunk, de erre egyikünk sem emlékszik. Akkor ismertük meg egymást, amikor ide kerültem 1973 márciusában ügyvédjelölként az egyes szám ügyvédi munkaközösségbe a jelenlegi Zicsi Liget 8 szám alá. A földhivatalban találkoztunk, mert a földhivatal annak idején a bíróság épületében földszinten volt, és az ügyvédjelölteknek a fő reszortja, hogy kiírják a telekkönyvi betéteket. Ott találkoztunk a Péterrel, egy körülbelül fél évig hát, gyakorlatilag semmi kapcsolat nem volt, és egyszer meghívott egy helyettesítésre, hogy egy ügyészi meghallgatásába segítsek, mert nem ér oda. Egy pillanatra, bocsánat, hogy közben hadd csatlakozzam, mert ezt édesapám interpretációjában úgy történt, hogy egy, mint ahogy ma is, de hát akkor meg különösen egy feltűnően csinos fiatal ügyvédjelölt volt édesanyám, és hát tulajdonképpen apukám utólag bevallotta, hogy semmi szükség nem lett volna a helyettesítésre, de felajánlotta ezt a lehetőséget egy komoly anyagi juttatás ellenében édesanyámnak, hogy helyettesítse, és a családi anekdotatás szerint a mai napig tartozik édesapám édesanyámnak, mert aztán a kifizetése nem került sor, mert hanem felajánlotta. Később már egy randevú keretébe folytatódott a szakmai kapcsolat. Felajánlotta, hogy van, ugye, hogy helyettesítettem, felajánlotta, hogy van két jegye a Rádió 6-os stúdiójába egy hangversenyre, és hát akkor, hogy elmegyek-e vele, másnap lett volna, hát természetesen igen, mondtam, fölutaztunk Budapestre, meghallgattuk a hangversenyt, útközben beszélgettünk, és akkor érdutáni lejtőnél Martonvásárról odafordult hozzám, hogy ő úgy gondolja, hogy elvenne feleségül, lehet-e róla szó. Mondtam, hogy lehet róla szó. Az első randevú, és ezt mindig kiemelte édesapám, hogy gyorsan és jól kell tudni. Határozottan. Tehát nem az arancs, nem a nyitja, rabja teszi a kalitkát. Ez a titka Utasi Józsa felé. És akkor ez volt 1973 szeptemberében, és 1973 decemberében össze is házasodtunk 3 hónap múlva, akkor elmeséltem, később a lányomnak érdeklődött, hogy hogy ismerkedtünk meg az apjával, akkor az volt a lányomnak az észrevétele, hogy de felelőtlen voltál, édesanyám. Ebből aztán közel 50 évi házasság amit megköszönünk kezdődött. A sorsnak mindnyájan. No, az ügyvédi pálya, tehát egy ügyvédi pályának nagyon-nagyon fontos pillanatai vannak. Nyilván minden ügy fontos, ugyanakkor mi emeljünk ki néhány olyan dolgot, hiszen amiután egyedül ügyvéd lett, sőt, hát 1984-től a Fegyelmi Bizottság elnökeként, az már egy komoly történet. Viszont 87-től a Fejér megyei ügyvédi kamara elnöke volt. Azt hiszem, hogy ha valaki a jogászhivatást ismeri valamelyest, az tudja, hogy ez rendkívüli felelősség. Én azt gondolom, pont ahogy készültünk erre a műsorra, és édesanyámmal felevelenítettük az emlékeket, pont végig gondoltam, hogy 41 éves volt édesapám, ugye 46-ban született, amikor a ügyvédi vezetőnek, az ügyvédi kamara elnökének választották. És ez nagy ritkaság. Ez az előző rendszerben történt, tehát ő volt az első tulajdonképpen demokratikusan megválasztott ügyvédi kamara elnök, és utána 33 éven át tudott elnök lenni, és én azt gondolom, mindig, amikor ezt kérdezik, hogy mi lehetett a titka, akkor 3 dologba tudnám ezt összefoglalni. Az első nagyon fontos a tehetség. Ez a zenéhez is kellett, ilyen értelemben a joghoz, és az emberekhez is kellett egyfajta tehetség. Mint ahogy a zenében ezt abszolút hallásnak hívjuk, van egyfajta abszolút hallás az emberek irányába is. Tehát ezt valahol már akkor érezték, hogy ő egy igazi vezető alkat. A másik nagyon fontos az a szeretet, a kollégáinak és a jognak a szeretete, a kollégáknak az elismerése és megbecsülése, és ez két oldalú, két irányú dolog, mint ahogy édesapám szerette a kollégáit, másképp 33 éven át nem is választhatták volna elnöküknek, ezt szüksége is volt rá, és igényelte az emberek szeretetét. És a harmadik, ami nagyon fontos, amit nem lát a kívülálló, de szerintem ezt bárki, aki mesél az életéről, és
a karrierje során viszi valamire, el tudja mondani, az az alázat és a befektetett munka. Ez az, amit nagyon kevesen látták, de édesapám egy nagyon kontemplatív, egy nagyon elgondolkodó ember volt, és nagyon sokat készült ezekre, és valahogy 87-ben egy olyan konstelláció volt, ahol ezt a kollégák is értékelték, és akkor választották. Igen, hát a rendszerváltás egy kivételes pillanat. 87 után két esztendővel egy olyan funkcióban, amikor tudtuk, hogy megjön az a változás, amit nagyon-nagyon sokan vártak már, és azt is gondolhatta az emberfia, hogy bizony a jogászhivatással rendelkezőkre rengeteg olyan ügy vár, ami addig elfelejtődött, mintha nem is lett volna, és megváltoztatja tulajdonképpen az egész életünket. Ez így is történt, hiszen nem csak ugye a jogász egylet elnökeként, illetve a Fejér megyei Választási Bizottság elnökeként is helyt kellett állnia. Ez milyen időszak volt az önök számára, hiszen aztán a későbbiekben majd erről még beszélünk. Tehát jöttek a különlegesebbnél különlegesebb feladatok. Talán ezt a folyamatot a kárpótlási eljárásnak a lehetősége indította meg. Akkor úgy örültünk neki, hogy az emberek a régi családi vagyontárgyhoz legalább jelképesen hozzájutnak, és a megyében nem csak Székesfehérváron, hanem az egész megye területén segítettünk a kárpótlási eljárásokban, sok ezer kárpótlási ügyben kiállítottuk a szükséges adminisztratív lapokat, és örültünk neki, amikor sikerült az embereknek érvényt szerezni a vagyon visszaszerzésébe a kárpótlási jegyeken. Ugye keresztül. Nincs kétségem felőle, hogy meg annyi háztartásban itt Fejér megyében máig imát mondanak, mert hogy azért ez egy nagyon fontos pillanat volt a rendszerváltás tükrében is mindenképpen. Viszont a politika az, amikor beóvakodik az emberfia életébe, akkor elkötelezetté válik, ez nyilvánvaló. Igen. Ez történt 1998-ban. Én azt hiszem, hogy amikor valaki egy megye, ráadásul egy kulcsmegye, hiszen hazánkban azért a gazdasága, a kultúrája és mindenféle értelemben Fejér megye egy kulcsmegye. Itt vagyunk az ország közepén, és valaki a Fejér megyei közgyűlés alelnöke lesz, akkor jogos a kérdés, hogy elég-e a 24 óra. Én azt gondolom, hogy édesapám akkor kapott egy felkérést, és ennek örömmel tette eleget őt mind az ügyvédi pályán, ahogy édesanyám is említette, mind az ügyvédi kamarai közéletből is ismert volt a városban, és 1998-tól 2002-ig a Fejér megyei közgyűlés területfejlesztéssel foglalkozó alelnöke volt, és én úgy gondolom, hogy egy régi polgári család sarjaként fontosnak is érezte ezt, hogy ezt a titulust ellássa, és nagyon szerette ezt a korszakot. Nem volt egy könnyű korszak olyan tekintetben, hogy ő nagyon komolyan vette ezt a feladatát, akkor az ügyvédi tevékenységét ilyen értelemben szüneteltette, édesanyám vitte az irodát, ugye a nővéremmel mi akkor voltunk kamaszok, fiatal felnőttek, de édesapám nagyon-nagyon szerette ezt a hivatását, és valahogy úgy érzem, hogy nagyon passzolt is hozzá ez a feladat. Igen. Sorra látogatta a megye településeit, elmondták, hogy mit szeretnének, és akkor elment országos szinten is próbált érvényt szerezni az akaratuknak. Akkor az ország már az EU-s csatlakozás lázába égett. A Boros Imre volt akkor az a miniszter, aki előkészítette ezt az átállást, és elmentek különböző helyekre, Lisszabonba, Brüsszelbe, Bécsbe, és kutatták azokat a lehetőségeket, amely lehetőségeket a megye területén ki tudnak használni. Rengeteg polgármesterrel tartotta még évtizedekig is utána
a kapcsolatot, mert úgy érezte, hogy ezzel tartozik nekik, hogyha kezdenek valami projektet, akkor a befejezésbe is hát tudjon segíteni. És annyiban hadd egészítsen ki, amit édesanyám mondott, szerintem hogy nagyon fontos volt, hogy ő gyakorló jogászként került a közigazgatásba, a politikába, és mindig számítottak a szavára. Én emlékszem, annak idején miniszterek, vezetők hívták és kérték a tanácsát édesapámnak, mert az nagyon fontos volt, ha valaki egy több évtizedes ügyvédi praxisból nyerge lát egy másik területre, hiszen azért ő mind a polgári jog, mind a közigazgatási jog rejtelmeiben. Igen. Annál is inkább fontos, amit most mondtunk, mert hogy azt tudjuk, hogy 90-es évek előtt mondjuk 50 ügyvéd volt, aztán 250-300, és ez a rendszerváltásnak, illetve az ő és az ők munkájuknak köszönhető, hiszen alanyi jogon tették lehetővé az ügyvédkedést, ami egy óriási lépés. Tehát eljutottunk most tulajdonképpen 2000-ig. De ez egy olyan sztori, egy olyan történet már, George Pataki, illetve erre a látogatásra gondolok, hogy ezzel folytatjuk a következő műsorban. Én köszönöm szépen, hogy megtiszteltek, és folytatjuk, ezt ígérem. Kedves nézőink, önöknek is mondanám, hogy természetesen folytatódik ez a nem mindennapi élettörténet, hiszen egy olyan embert ismerhettünk meg, veszítettünk el, de én azt hiszem, hogy mindnyáján egyetértenek velem abban, hogy ő köztünk van most is, aki nagyon sokat tett azért, hogy Székesfehérvár legyen, Fehér megye, és ezt nem a joghálójában tette, hanem mindannyiunk érdekében. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk tehát a következő műsorban, innét folytatjuk. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.